1996 óta van lehetőségük az önkormányzatoknak azokat az épületeket levédeni, melyek a város történelme szempontjából jelentősek. Az egyes ingatlanokra igénybe vehető támogatás maximális összegét is megduplázta a Paksi képviselőtestület. Műemléképületekre 4 millió, helyi védett épületekre 2 millió forint támogatás vehető igénybe. Változatos képet mutattak az elmúlt időszakban az igények, a felújítási támogatásra való igények. Voltak olyan évek, amikor 6-7 pályázat is volt, a tavalyi évben csak egy ilyen pályázat volt. A pályázat összege is változott, a költségvetésben az idei évre már 10 millió forint van beállítva a támogatási összegre. Az idei tavaszi évi pályázati kiírásunkat május 31-ig kell benyújtani, és erre már több érdeklődő is van, úgyhogy bízunk benne, és arra biztatnám a paksiakat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, egy nagyon jó lehetőség, hiszen műemlékvédelmi épületek esetében 4 millió forint támogatást tud nyújtani az önkormányzat, míg helyi védett épületek esetén 2 millió forint támogatással tudjuk segíteni ezeknek az épületeknek a megújulását. Felújított védett értékeink voltak családi házak, présház épületek, vagy például a Kereszt utca és a főutca sarkán lévő Dőzsa György út 29-es üzletházépület, melynek a homlokzata és tetőszerkezete is megújult, illetve a Dőzsa György út 40 szám alatti üzletházépülete, de a Balog Antal katolikus iskolának a homlokzat és tetőzetének a felújítását is támogatással tudták elvégezni. Dombóváron a Bezerédi utcában több épület áll helyi területi védelem alatt. Az egyik ilyen épület a parókia. Az ott élő lelkész azt mondja, sok mindent szeretnének az épületen felújítani. Nyílászáró cserét szeretnénk. Ugye a régi nyílászárók itt az előtérben, hát látható is talán majd, hogy a fa szerkezet is tönkre van már, tehát gombásodék igazából, a gáz is már elszökött azokból az ablakokból, amik korábban sokkal jobb hőtechnikai jellemzőket mutattak. Szeretnénk ezeket kicserélni, és hát örülünk ennek a pályázati lehetőségnek, hogy talán megkapjuk az 50%-át a támogatásnak, és akkor a másik részét egyházi pénzben hozzá pótolva sikerül hangszigetelés, hőszigetelés szempontjából is sokkal jobb paramétereket felmutatnunk majd. Dombóváron a védett épületekre 2 millió forint támogatás vehető igénybe, mondja Gyergyák János főépítész. Elsősorban a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre vonatkozik, de az idei pályázati felhívásban a területi védelem alatt álló épületek felújítására is lehet pályázati pénzt nyerni. A pályázat keretében 2 millió forint áll rendelkezésre, 50%-ig vissza nem térítendő támogatást tud az önkormányzat ezekre a felújításokra odaítélni, és nagyon fontos, hogy maximálisan 50%-ig, tehát ezek a tulajdonképpen 500 ezer forint, illetve 50% a bekerülési költségnek, a számlával igazolt bekerülési költségnek. Többfajta átalakításhoz nyerhető forrás ezen a pályázaton Dombóváron. Maga a védelem az mindig egy tulajdonképpen a múlt egy fontos lenyomata miatt, illetve karaktere, építészeti megoldás miatt került ez a védelem ugye kialakításra, vagy tulajdonképpen döntésre. A sok mindent érinthet maga a felújítás is, meg egy helyi védett épületnek az átalakítása. Itt tulajdonképpen annyit kell figyelembe venni, hogy rendkívül érzékenyen kell ezt a felújítást véghez vinni. A lényeg az, hogy az eredeti struktúrát, építőanyagokhoz alkalmazkodást meg kell tartani. Maga az a kör, amiből a tulajdonosok tulajdonképpen az, ami pályázati forrásra tulajdonképpen nyújthat be támogatási kérelmet, az 55 épületről beszélünk, és 22 területi védelemmel érintett utca épületei pályázhatnak, jellemzően egy olyan 8-10 pályázóra számítunk. Az önkormányzat ad tájékoztatást, hogy melyik épület áll egyedi vagy éppen területi védelem alatt. Egy külön embléma jelzi ezt. Az 1800-as évek végén épült koronás udvarház is ezek közé tartozik, de Dombóváron számos ilyen épület fedezhető fel. Viszonylag hosszú múltra tekint vissza, állandóan közösségi funkciókat szolgált, de ennek az épület kapcsán a védelem az egyedi építészeti, homlokzati megjelenésnek köszönhető, illetve a tetőformálás, tömegformálás miatt került védelem alá.
de elmondható, hogy a belváros, a belső a városi környezetele van helyi egyedi védelmi területekkel, illetve védelmi épületekkel. A pályázatokat május 7-én 12 óráig lehet benyújtani a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodájánál. Bátaszéken is fontosnak tartják a történelméhez kapcsolódó építészeti értékek megóvását. 2017-ben alkottak egy önkormányzati rendeletet annak érdekében, hogy nyilvántartásba vegyék ezeket az épületeket, és rögzítsék a felújítás szabályait. És ekkor döntött úgy a képviselőtestület, hogy forrást is biztosítunk a felújításokhoz. Így megvan annak a lehetősége, hogy kérelemre maximum 300 000 forint támogatást tudjunk biztosítani egy helyi védelem alatt álló épületrész vagy épület felújításához. A képviselőtestület 18 óta minden esztendőben meghatároz egy keretösszeget ennek a finanszírozására. Ez általában 1 és 1,5 millió forint közötti összeg. Az elmúlt években összesen 5 olyan kérelem érkezett be a képviselőtestülethez, amelyet természetesen pozitívan bírált el, amely ilyen építészeti értéknek a megóvását szolgálta volna. 2021-ben is terveztük a költségvetés összeállításakor, hogy ezzel ezt a lehetőséget meg kívánjuk teremteni. Most egy kicsit visszafogottabban kellett ebben a kérdésben gondolkodni egyelőre, de nagyon bízunk benne, hogy a második fél évben tudunk forrás biztosítani annak érdekében, hogy ha valaki tervezi a saját tulajdonában lévő épületnek a felújítását, amely helyi védelem alatt áll, ahhoz a város is támogatást tudjon biztosítani. Bátaszéken 65 védett épületet azonosítottak be. Ezek az értékek alapvetően Bátaszékre jellemző építészeti kultúrát jelenítik meg. Ez a sváb építészetnek a jellemzőit is, de természetesen a klasszikus magyar építészetnek a jellemzői is megtalálhatók. Sőt, ugye az elmúlt évtizedekben azért más tájegységekről is költöztek ide Bátaszékre, így azért székely kultúrelemei is most már néhány épületen megtalálhatók, ezeket szeretnénk az utókor számára megőrizni. A bátaszéki képviselőtestület is tehát forrás biztosít a helyi védelem alatt álló épületek felújításához.